gondolat nem új, a megvalósításhoz vezető út hosszú volt és rögös, és nincs is vége ennek az útnak. Az egyik alapgondolatunk, ami engem diákkorom óta foglalkoztat, az az, hogy az a mód, ahogy a társadalomtudományok és általában a tudományok az egyre bonyolultabb és komplexebb és ellentmondásosabb és egyre gyorsabban változó valóságot megközelítik, az elavult. Az intézményi rendszereink, nem csak Magyarországon, nálunk azt hiszem különösen, nem alkalmasak arra, hogy ezt a hihetetlen gyorsan változó világot megragadják, elemezzék, arra még kevésbé, hogy predikciókat, előrejelzéseket alkalmazzanak, és ennek a nagyon ismert einsteini gondolatnak a követőiként arra gondolunk többen, hogy ahhoz, hogy valamivel relevánsabb kérdéseket tudjunk föltenni, és talán komplexebb válaszokat tudjunk adni, ahhoz meg kell tanulnunk kilépni a megszokott fogalmi kereteink közül. Ezért választottunk logónknak ezt a talán sokak által ismert animációt, ami arról szól, hogy ha egy feladatot el akarsz egy bizonyos térben végezni, össze akarsz kötni 9 pontot 4 húzással, úgy, hogy ne emeld fel a ceruzádat, akkor azt nem tudod megcsinálni, ha benne maradsz a rendszerben. Létrehoztunk egy olyan nemzetközi színteret, nemzetközi arénát, szellemi arénát Magyarországon, ami még ilyen formában korábban soha nem létezett. De azt hiszem, hogy Kőszegen sokkal, egy ilyen fantasztikus millióban, amit ez a város kínál, sokkal jobban lehet ezt a fajta elmélyedést, kontemplációt, manrézaszerű elvonulást és közben mégis vitatkozást folytatni, mint máshol. Ezt előttünk nagyon sokan kitalálták, elég ha azt mondom, hogy Oxford, Heidelberg, Cambridge és így tovább. Ez nem új dolog, Magyarországon valahogy az elmúlt 20 évben a szabadság nagy mámorában ez még valahogy nem igazán jutott senkinek se az eszébe. Úgyhogy ez igazából egy hiánypótlás volna. Kőszeg predesztinált erre, tehát hogy olyan milliót ad attól, hogy megőrizte a fantasztikus, kompakt, épített örökségét, és egy gyönyörű természeti tájban van, és ráadásul Ausztria határán, Graztól és Bécstől nagyon közel, hogy ennél jobb helyet nem is nagyon lehet elképzelni. Mit csinálunk tulajdonképpen Kőszegen? Hát több mindent egyszerre. Van egy központja az intézetnek, amelyről kicsit többet szólnék. A Kraftnak hívják, ez egy szójáték tulajdonképpen, Kraft lett volna helyesen, a kreatív város és fenntartható vidék. Ez egy projektünk, ami 3-4 éve indult el, és amiben én úgy keveredtem bele, hogy kezdtem kiugrani a dobozból, amit a szociológia, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei jelentenek, és egy multinacionális cég megkeres, az IBM megkeresésére elkezdtük azon gondolkozni a kollégáinkkal, hogy mitől lehetne megváltoztatni a magyar munkaerő kultúráját. Ez volt a kérdés. Egy országos felmérést csináltunk, és miután ez egy innovációs alap támogatás volt, kellett egy produktum, amit föl lehetett mutatni, hogy valami innováció történt, és ennek a kutatásnak a vége az volt, hogy az egész oktatási rendszernek kell megváltoznia, de gyökeresen. Tehát egészen másra van szükség, mint ami van, és ezt én elneveztem Jövő Egyetemnek, megint mondjuk talán kicsit szerénytelenül. Tehát valami olyasminek, ami majd jön, egybe írtuk, hogy jövő, majd egy eljövendő egyetem, ahol minden máshol van, kis rugalmas centerek, központok keresik egymással is a kapcsolatot, de megőrzik a régiből azt, ami jó. Tehát az elefántcsontoronynak azt a pozitív részét, hogy a nagyon magas, a high quality, a nagyon magas színvonalra törekszik, és ebből nem enged egy tapottat sem, de emellett a közjóra törekvés, az innováció, a reformokban való közvetlen részvétel, tehát tulajdonképpen a társadalmi felelősségvállalás is a része kell, hogy legyen ennek az új intézménytípusnak. És azt a kísérletet kezdtük el megvalósítani, hogy Kőszegen ez jöjjön létre. Tehát míg ott van a legmagasabb szintű kutatás és a kutatógárda, aki bemutatkozik, egyben ott van ez a projekt szempontú probléma megoldó gondolkodás, tehát úgy veszünk föl csak felókat,
hogy az illetőnek nagyon magas szintű eredményei vannak, de vállalja, hogy részt vesz egy olyan kutató tímben, ami valamilyen praktikus megoldásra törekszik. Ez lehet az oktatás reformja, lehet a város kreatív átétele, lehet egy régió fenntarthatóságának a kitalálása, és nagyon sok minden egyéb, csak feltétel az, hogy ő is, mint zseniális kutató, vannak köztünk ilyenek, hogy ugorjon ki a saját dobozából, és együtt gondolkozzunk azon, hogy mit kellene tenni, és mi volna a feladatunk igazából egy új, megváltozott társadalmi közegben. Nagyon tetszene Elemérnek ez a helyszín, imádta mindig a hajókat, mindig akart venni egy vitorlást, hál' Istennek nem vettünk vitorlást, és imádná a Dunát, imádta a vizet, bár a favorite a Balaton volt, de olyan szép most a víz, rögtön biztos most kitalálna fantasztikus metaforákat, amik vonatkoznak a vízre, a hajóra, és hát az IASK projektre. Saját gyerekeként volt büszke már az Európa házra, ami 94-ben, azt hiszem 94-ben nyílt meg. Tényleg úgy mutatta meg nekem, akkor én is ott voltam, mint hogyha az legalábbis a mi házunk, vagy a mi házunk is lenne. És aztán végig-végig, hosszú évtizedeken át egyfolytában dolgozott, főleg Ferivel, de a többi kutatóval, és barátaival azon, hogy például nyári egyetem. Tehát, hogyha nyári egyetem volt, akkor nem mehettünk se nyaralni, akkor minden le volt tiltva, akkor tűzön vizen át csak kőszeg volt. A centerről annyit, hogy már, bár még nem áll az épület, és még nincsenek meg azok a termek, ahol ez majd működni fog, de már dolgoznak a Feri kedves munkatársai. Fantasztikus dolgok, tehát már szerintem sem önök, sem én nem nagyon tudnánk úgy hirtelenjében felsorolni mindazt, amivel Elemér foglalkozott. Most csak így címszavakat mondok, tehát ami már önmagában egy aranybánya lehet egy-egy fiatal kutatónak majd az évek múltán. Élethazugságok, tehát hol magyar, hol angol ez a bizonyos dosszié, vagy amit ők találnak, élethazugságok, fear, lie, önkép, világkép, self-deception, evil, safety, félelem, mítoszok. Ádám és Éva és az Alien World. Ugye az Alien World az egyik legfontosabb dolog volt, amivel Elemér foglalkozott. Az édenkert, ördög, az életfája, a self. Majd a modern mítoszok utána, ugye a parfümökről, autókról írt ő könyvet, majd pedig hát a transzcendencia, illetve a transzcendencia elvesztése. Ez is egy állandóan visszatérő motívum volt. Elemér valami olyan nagyon érdekes, mindannyian érdekesek vagyunk, de talán ő még érdekesebb volt, mint úgy általában. Mert tulajdonképpen mindenki azt hitte, aki csak egyszer is találkozott vele, vagy akár egyszer se, hogy ismeri. És aki egyszer se találkozott vele, csak mondjuk én meséltem róla, vagy beszéltem róla, az már a következő alkalommal csak Elemérként emlegette. Tehát, mint hogyha a legjobb haverok lennének, akkor ott nem voltak. Kicsit mindenki Elemére volt. Úgy tudott beszélgetni emberekkel, nem nagyon akart ő vitába szállni sokakkal. Nagyon keveseket tüntetett ki azzal, hogy tényleg azt mondja neki, hogy figyelj, Ferikém, ez hülyeség. Szóval ez már egy rang volt. És úgy tudott beszélgetni emberekkel, hogy utána az illető úgy ment haza, miközben Elemér három mondatot mondott, hogy jaj, de jót beszélgettünk, mert az illető beszélt, kettő, önigazolást talált az illető mindig a saját gondolataira és gondolataihoz. Mégis ismerjük meg minél többen, én sem tudom, az embert,
és ezt a fantasztikus munkásságot. A Big Data szerintem nem arról szól, hogy minél nagyobb adattömeget, minél újabb számítástechnikai csoda algoritmusokkal csináljunk, hanem elfelejtjük azt, hogy ez arra is való, hogy hogyan lehet igazi kérdésekre új típusú válaszokat adni. Visszamenni oda, amit különben mindig is próbáltak a legkülönbözőbb társadalomtudományok. Az adatok, azok gyakorlatilag mindenki számára állandóan hozzáférhetők. Tehát az internet az semmi más, mint egy őrült mennyiségű adat halmaz, amihez hozzá tudunk férni. Ez megváltoztat rengeteg minden. Ha meggondoljátok, hogy tulajdonképpen a világ legnagyobb cégei szinte észrevétlenül adatcégek lesznek. A Google az semmi más, mint adatokkal kereskedik. Az Apple az nem másról szól, nem arról a kis telefonról, nem abból csinálja, azt valahol Kínában legyártatja, hanem a mögötte levő adatokból. És ez nem csak a gazdaságot változtatja meg, és itt van, azt hiszem, hogy nekünk a szerepünk, vagy ahol mi tudunk igazából valamit plusz csinálni, az, hogy megváltoztatja, hogy hogyan gondolkozunk közegészségről. Mi az, hogy public health? Hogyan gondolkozunk oktatásról, tanulásról? Hogyan gondolkozunk közpolitikák megalapozásáról? Én még azt is hozzátenném, hogy a kultúráról. A kultúra is a szemünk előtt alakul át, attól, hogy digitális lesz, és azon keresztül közvetítődik. Na most, mi hatalmas pénz és hatalmas agyzsír megy abba, hogy hogyan lehet minél több pénzt csinálni a cégeknél az adatok új típusú elemzéséből. De ha meggondoljátok, akkor bármelyik ország költségvetésének legalább a fele, sok esetben a kétharmada, két szektorra megy, egészségre és oktatásra. Tehát ha mi Kőszegen nagyot akarunk álmodni, akkor azt gondolom, hogy azt kell csináljuk, hogy ahova nem megy nagy pénz, oda megpróbáljuk a legjobb embereket, akik különben máshol keresik a pénzt, bevonni. És ne higgyétek, hogy fogunk tudni Kőszegen csinálni egy őrült nagy kutatóintézetet, nem fogunk tudni. Azt fogjuk tudni csinálni, hogy mint egy mágnes tudjunk összekötni azokat az embereket, akik különböző helyeken erről gondolkodnak, és egy évben párszor oda elhívjuk, vagy virtuálisan, vagy valóságosan, hogy együtt, koncentráltan ezekre a nagy problémákra tudjunk dolgozni. Ez gondolom, hogy az, amit mi szeretnénk csinálni. A Jurisics Miklós gimnáziumra nézünk, akkor ez azt jelenti, hogy ebben a gimnáziumban történt már előadás, ahol a város építészetét kezdtük el összhangba hozni zenei eseményekkel. Hiszen azt gondoljuk, hogy itt a kőszegi zenei események vagy zenei programok kapcsán leginkább azok a zenei ágak kerülhetnek bele, amelyek talán eddig kívül estek a időzőben mondott klasszikus zenei képzésen. Gondolok itt például arra a fajta régi szóval hangászkodásra, ma ezt úgy mondják, hogy sound art, vagy sound walk, vagy environment, soundscape, stb., amely a klasszikus zeneszerzésen túl minden olyan hangeseményre zeneként kezd el előbb-utóbb figyelni, ami minket körülvesz. Ennek a zenei programnak egy olyan elhivatottsága is van, hogy ezt a város, vagy ezt a régiót igyekezzünk tisztességesen föltárni és bemutatni abból a szempontból, hogy itt a zenei örökség hogyan mutatkozik meg. Zenélésnél többről szeretnénk mi itt Kőszegen gondolkodni, és ennek érdekében, ahogy elindult már tavaly, találjuk ki Kőszeget egy ilyen vizuális monitorozása az iskolásoknak. Idén tavasszal szeretnénk elindítani egy olyan pályázatot, hogy találd meg Kőszeg számodra a legszebb vagy legfontosabb 10 hangját. Egy ilyen hangász vagy hangvadász projektet indítunk. Hogyan lehet Kőszeg hangzó város? Ugye ez azt is jelenti, hogy a tereket, és nem elsősorban a zárt tereket, hanem a nyílt tereket elképesztő udvarok, terek
kapuszínek vannak Kőszegen, és mindenhol csönd van. Nagyon ritka kincs ez. Hogyan lehet mindenféle kreatív módon hangokkal, zenével, prózával, mozgással, fénnyel megtölteni, és erre próbálkoztam én játékindítóként azzal, hogy hogyan lehet egy konkrét épületet, vagy egy épületformát, vagy egy homlokzatot zenében megfogalmazni. Ugye a közhelyesnek ítélt mondás mindenki ismeri, hogy ugye az építészet a megfagyott zene. Mi, illetve akkor az építész a megfagyott muzsikus. Kőszeg sok mindent előhoz az emberből, remélem itt sok potenciális zeneszerző is rádöbben tehetségére, ahogy sokan ismeretlen tehetségeinkre bukkanunk rá, egyszerűen annak a következtében, hogy oly sok területről érkezve beszélgettünk egymással.